Kérdezték tőlem 2 nappal ezelőtt, hogy mit ő jó halászni. Hát attól, hogy 200-adikra főződ. Ez a jó halászli titka. Legalábbis ezt állítja Hotter Attila, aki idén is magáénak tudhatta a legjobb sióalgárdi halfőző díját. 27. alkalommal rendezték meg a síómenti országos halfőző versenyt Leányváron. A térség legnevesebb megmérettetésén ismét összegyűltek a baráti társaságok a présházak előtt, hogy halételeket készítsenek. Vélavrencsik Dávid a fővárosból érkezett, van síalgárdi kötődése, és ez az első alkalom, hogy mint versenyző vesz részt a fesztiválon. Egy vegyes halétellel készültünk, kecsegét akácfa parázson sütünk, mellé egy-két ínyen salátát teszünk majd, és reméljük, hogy első helyezést fogunk elérni. A hallé pedig egy vegyes bajai halászlé lesz. Egyébként van benne valami. Hoztad meg a hús. Ezek már a zsűrizés pillanatai. Vegyes halétel kategóriában és halászlé kategóriában nevezhettek a versenyzők. Az elkészült halételeket egy 5-tagú zsűri értékelte. A küllemet, az alapanyagot, a paprikát, egyáltalán azt nézzük, hogy dunai halléről van-e szó, tehát ugye nem lehet használni vegetát, nem lehet használni olyan ételízesítőket, ami idegen ettől a műfajtól, és ez a keret szempontrendszer alapján értékeljük, pontozzuk, majd a pontok alapján kialakul egy sorrend. De nem csak a gasztronómiáról szólt a nap, kulturális programok is várták a Leányvárra látogatókat, ahol még a gyerekeknek is készültek meglepetéssel a szervezők. Programot azt azért megpróbáltuk ismét úgy összeállítani, azt, hogy mindenkinek kicsit a szája íze szerint, de maradva szerintem egy a kultúrához és egy kicsit a magasabb igényekhez kapcsolódva az előadókkal. Így végignézve, tehát még elérünk az esti bulig, addig szerintem több olyan előadó is föl fog lépni, ami azt mondom pont jó ide a mai halászlé főzőre. A lassan 3 évtizede életre hívott eseményre, aki egyszer eljön, az visszatér, mert a hangulat visszahozza. Legalábbis ezt vallják a helyiek.